előadást, ezért hívtam meg egy sörre, és ezért nem kellett nekem előadni. A következő előadó Laufer Laci lesz, aki a Nutshell-ről fog beszélni, úgyhogy megtudjuk, hogy hogy készít prezentáció készítő csapat Instagramot. Köszönöm. Kiraktam a timeremet, mert én egy prezentáció készítő cégtől jövök, és nagyon fontos az, hogy jó legyen a prezentáció. Laufer László vagyok, én egy felhasználói élménykutató vagyok a Prezinél, mindestoda 5 éve, és Terrai kollégától azt az instrukciót kaptam, hogy technológiai típusú prezentációt készítsek, és én pszichológus vagyok. Igyekszem. Home run, az a baseballban az, amikor az ütőjátékos küldi az épületből a labdát, és az összes pályán lévő játékos után pontot kapnak. És ez egy nagyon, nagyon szerintelen állítás így tőlünk, de nem tőlünk van, hanem hogyha a clicker működik, akkor meg tudom mutatni, hogy a Fast Company írta ezt rólunk, és nem működik a clicker. Szóval erről szeretnék ma beszélni, a Nutshell-ről, és UX szempontból. Nos, ha egy appot készítesz, vagy egy startupod van, akkor az első kérdés, amire válaszolnod kell, az az, hogy mi a probléma. Legyen egy problémád, és ne neked legyen ez a problémád, hanem a felhasználóknak legyen egy problémája, és erre adjon választ az applikációt. Te nem ezért fogod csinálni az applikációdat, nyilvánvaló. Te azért fogod csinálni, mert van egy tök jó ötleted, és azt szeretnéd megvalósítani. De ha nincsen probléma, amire ez az ötlet jó válasz, akkor nem lesz sikeres ez az applikáció. Nálunk ez a probléma az, hogy a videókészítés az nehéz. Rengeteg emberrel beszéltünk, rengeteg iPhone néztünk meg, és iPhone-nak a képtárát néztük meg, és láttuk, hogy mindenkinek rengeteg videója van, de ezeket egyiket sem osztja meg. És mikor megkérdeztük tőlük, hogy miért nem, azt mondták, hogy azért, mert ezek tök jók ezek a videók, úgyhogy így megmutatom a barátomnak, aki mellettem van, és így elmondom neki, hogy nézd, ott az a Géza, és figyelj, figyelj, na ott jön a vonat, de mint videó, úgy szar. És ezért nem osztják meg az emberek. És azt gondoltuk, hogy erre az a jó megoldás, hogyha egy olyan videókészítő applikációt csinálunk, ami olyan egyszerű, mint fotót csinálni, mert fotót meg mindenki tud jól csinálni, és az Instagram elhangzott, az Instagram a legjobb példa arra, hogy jó fotót is egyszerű csinálni. És ezért egyébként a Szakár Péter kollégának az ötlete volt, hogy összehozzuk a fotókészítést a videókészítéssel, és erre azt a megoldást találtuk, hogy tulajdonképpen azt mondjuk a felhasználónak, látom, hogy kettőt mutatsz, az előbb is kettőt mutattál, és az én volt az én. Ja, szóval fotókészítés az kell, hogy találsz egy jó témát, van egy jó kivágásod, ő is benne van, és ő is belelóg, és megnyomod a gombot, és utána van valami a fejedben, mit fogsz aláírni. És azt gondoltuk, hogy erre a mentális modellre fűzzük fel azt, hogy hogyan csinálj videót. Csinálj 3 fotót, közben mi fölveszük a videót, fölgyorsítjuk, effektezzük egy kicsit, és végén egy élvezetes videó lesz, ami 3 dologról fog szólni, hiszen általában a videók valamiről szólnak, csak ezt nem látszik a videón, mert nem vagyunk filmesek, és nem tudjuk úgy fölvenni azt a videót, hogy az látszol. Hát ezért mondjuk neked azt, hogy inkább fotót csinálj, és mi csinálunk belőle a videót. És ha már megvan a megoldás, akkor még annyi kellene hozzá, hogy legyen benne valami élvezet is. Egy kis ölelés, egy kis szeretet. És ez a mi applikációban ezt a szerepet a stickerek töltik be, illetve a feliratok, amiket belerakhatsz a videóba. Ahhoz, hogy ezeket jól el tudjuk helyezni, az kell, hogy trackeljük feature pontokat, találjunk meg ebben a videóban, ezt Mejner Zsuzsa kolléganőm
kezemunkáját dicséri ez a része az applikációnak. És ezeket a feature pontokat trackeljük a videók közben. Most azt mutatja be ez a videó, hogy ahogy mozgatjuk a kamerát, úgy trackelődnek ezek a feature pontok. És hogyha trackeltük ezeket a feature pontokat, akkor tulajdonképpen meg tudjuk határozni a térbeli helyünket. Tehát tulajdonképpen lemodellezzük az egész teret, meg tudjuk határozni, hogy maga a kamera hogy mozgott, a kamera síkja hogy mozgott a térben. És tulajdonképpen az egész teret kamerástól mindenestől le tudjuk modellezni. Itt ugyanez a térnek a feature pontjait látjuk, és el is tudjuk forgatni 3D-ben. És ez azért kell, hogy azok a kis stickerek és azok a feliratok, azok ne csak úgy kitakarjanak egy a jobb felső sarkot mindig a videóból, ahogy például azt az Instagram videóinál, nem az Instagram videóinál, nem csak egy csomó videó applikációban meg lehet csinálni, hanem úgy, hogy mondjuk hozzá ragadjanak ezek a feliratok a Gézához, akit be akarsz mutatni ezen a videóval, és ahogy így forgatod, ott a feje fölött lesz egy hogy ő a Géza. Hogyha már Szakár Pétert és Fejne Zsuzsán nevét megemlítettem, akkor most egy ilyen kis Oscar-díjátadó keretében szeretném még Szabó Mihály és Vince Istvánt is megemlíteni, aki a teremben növelik az esemény fényét, és természetesen a Szakátomi és még ezer más ember benne volt a projektben, az ünnepük szerettem volna, hogy elhangzik. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor már csak az a kérdés maradt hát, hogy miközben van ennek a prezihez. Csináltam egy kis prezit, ugye ez a műfaj, ez a selfie köré épül, ezért egy selfie-s prezit csináltam. Ez vagyok én, és itt az asztalom mellett van egy ilyen poster, ez egy persona poster, ezt is én csináltam, és utána bementem ebbe a kis szobába, és ott csináltam ezt az előadást a New Technique tápra. És ugyanez így néz ki a nagyságban. Ez vagyok én, egyébként itt ülök, itt van ez a poszter, ezt csináltam pár héttel ezelőtt, és ma meg nagyon-nagyon sokat ültem ott. Arról van tehát szó, hogy a prezis és a nagyság is tulajdonképpen térben mesél el egy történetet. Egy térben vezetjük végig a néző kezénél fogva, és a tér különböző részeihez kötjük a különböző információtartalmakat. És az egyik esetében csak különböző a médium, az egyik az egy prezentáció, a másik egy videó. De ugyanolyan storytelling applikációról van szó. Hát ennyit szerettem volna mondani, és nagyon köszönöm a figyelmet. Nekem, tehát hogy itt a tracking pontoknál meg ezeknél rögtön a Hyperlapse jutott eszembe, a Microsoft-nak a nálunk nem annyira vannak tracking pontok. Vannak egyébként, tehát ők ugye azt csinálják a Hyperlapse-t, azt csinálta, hogy de trackelt a Hyperlapse is, ők teret nem modelleztek, hogy jól tudom. Ők így kiegyensúlyozták azt a kamerának a fölelezését. Nagyon ugyanazt csinálták, csak ők szétmondják még a teret is úgy. Tehát, igen, de náluk az volt a lényeg, hogy a kezednek a rezgését kompenzálják ki a gyorsított videónál. Náluk nem voltak ilyen belassulós pontok, tehát ugye nem akartak valamit megmutatni egy videón, ők csak egy gyors videó felvételi eszközt csináltak. Mi egyébként technológiai, nem azt akarom, hogy technológiai jobban vagyunk, mint a Facebook, de másfajta technológiát használtunk. Még más volt a cél, tehát mi oda akartunk rögzíteni dolgokat a térpontjaihoz, ők meg ezt a rezgést akarták. Ki a primazás, és a Microsoftnak is volt egy ilyen projektje, igen. És nekem lenne még egy kérdésem, de hogy mikor lesz az? Hát egyelőre így azt szeretném nézni, hogy így az iOS felhasználóink használják, tehát ez még egy ilyen, még két hetesek vagyunk, nem rohannék ennyire előre. Ugye az Androiddal azért elég sok mindent vesz az ember a nyakába, tehát hogy elég bajunk van a 4S-es
iPhone-okkal és a 6 plusszal és a mit tudom én mivel, tehát hogy azt az 500 darab telefontípust majd így később vennünk így a nyakunkba. Azt mondtad, hogy a felhasználók a meglévő videói tegeletlenek, el kell nekünk magyarázni. Tudok-e majd tegelni a nutshell-el meglévő anyagot? De, hogy igen, igen, ez egyébként egy ilyen top user request. Hát mi azt szeretnénk, gondolkodtunk ezen, az egy másik app, tehát hogy úgy értem, hogy pont elég bajunk volt azzal, hogy ezt minél előbb megépítsük és kirakjuk. Azt, hogy ugye az a baj, hogy mi tehát ennek technológiai akadályai is vannak egyébként, mondjuk ilyen gíró adatokat is rögzítünk maga a felvétel közben, és a te videóban meg nem lesznek gíró adatok, és így össze-vissza variálunk a gíró adatokkal és a tracking adatokkal, hogy ne kelljen fél óráig trackelnünk a videódat. Tehát a jelenlegi rendszerben ez annyira nem lenne megoldható. Lehetne egy ilyet építeni, de az egy ilyen külön feladat lenne. Letöltési számok publikusan? Nem, tehát hogy milyen a trackelési? Azt hiszem nem. De hogy ilyen elég jók. Tehát én így... Nem tudom, tehát több százezer mondjuk így. Igen. Ugye ezt nagyon nehéz megmondani, mert most release-eltünk, most feature-ök vagyunk így az amerikai App Store-ban, a magyar App Store-ban is. Tehát, hogy így nagyon-nagyon sokat tol rajtunk ez. És ilyenkor ezt valami nehezen tudom megmondani, hogy értékel, ugye kérdezték a kollégát, hogy hogy értékeljük a retention rate-et, vagy ilyesmi. Hát, hogy nagyon nehéz ilyenkor ezt így értékelni, mert nem tudom, ez visszanyújtani, mert sok sajtó van, meg minden. Van nálunk a Szabinak, a Somogy Fischer Szabolcsnak, akit Ádámnak is hívnak. Sokat Ádámként ismerik, és én meg Szabinként. És hogy a Szabinak van egy ilyen kis labja, úgy próbál egy kicsit távolabb lépni ettől a prezi fősodortól. És ott volt mindenféle kezdeményezés, és az ottani próbálkozások során jutottunk ki ide, hogy videó, és akkor a prezentációtól egy picit hátrébb léptünk, de hogy így a prezentációból indultunk el. Tehát, hogy ez akármennyire is Instagramos lett, ez egy valami hasonló prezentációs applikációból jutott el ide három lépésből. Magról a nutshell. Három lépésből nem arra nincsen nutshell. Üzleti modell. Vannak ötleteink az üzleti modellre, mondom, minden startupos embernek vannak üzleti modelles ötletei, de az az igazság, hogy egyelőre még így várunk, tehát szeretnénk nézegetni azt, hogy miket csinálnak az emberek. Vannak ötletek arra, hogy hogyan lehet ebből pénzt csinálni, de még így nem azonnal szeretnénk ezt, hanem még így kicsit később. Utolsó kérdés. Ez illeszkedik egy tárgyalt stratégiai célhoz, hogy lesznek esetleg más hasonló fejlesztések? Vannak egyébként, hogy azok mennyire jutnak el arra a szintre, vagy mikor jutnak el arra a szintre, hogy azokat így release-eljük, az egy másik kérdés. Ez egy ilyen low-hanging fruit volt, tehát hogy ezt egy ilyen diversifikációs stratégiának. Nincsen konkrétan azért ilyen diversifikációs stratégiánk, tehát nem leszünk egy logmén, akinek 10 különböző appja van. Mondjuk, ez volt a kérdés. Köszönöm.